Köszöntöm kedves nézőinket! Műsorunkban ezúttal nyugat-dunántúli, balatonfelvidéki és délalföldi helyszínek szerepelnek. A témák pedig felújított középkori vízimalom Sopronban, kecskesimogató a kőszegi főtéren, madármentés a Csernelkertben, indiai elefántok Szegeden, horgászturizmus a Tiszán és egyik holtágán, kisfaludi szüret Sümegen. Ezt kínálja a helyi televíziók összefogásával készülő országos turisztikai magazinunk mai adása. Ismerjék meg, fedezzék fel velünk Magyarországot. Ne feledjék, ott vagyunk a Facebookon is. Keressenek bennünket, hiszen tudják, a szomszéd vár. Egy középkori malom élet újjá Sopronban. A város egykor 16 ilyen létesítménnyel büszkélkedett, melyeket az Ikva és a Rákpatak vize hajtott. A nagy túlélő a kárpáti malom a 17. században épült, és egészen 1949-ig működött. A kárpáti család 8 éve visszavásárolta egykori örökségét, és megkezdte az ipari műemlék több lépcsős, körültekintő felújítását. A munka eredményeként ma már újra forog a kerék a malomban, ami turisztikai látványosságként, kiállító térként, malomtörténeti múzeumként fog üzemelni, és hagyományos technológiával akár lisztet is őrölhetnek a vendégek. Sopron bánfalván az erdei malom közben járunk, itt forog a kárpáti malom kereke. Már a helyszín is beszédes. Sopronban ugyanis sok közterület visel olyan nevet, melyben szerepel a malom kifejezés. Ez is arra utal, hogy a késő középkorban roppant fontos szerepe volt ezeknek a berendezéseknek a város életében. Szám szerint 16 őrölte a lisztet, melyek közül ez az utolsó még működő malom. Tehát itt van a liszt gyakorlatilag. Ez már az a liszt, amit itt őröltünk a malomban. Kárpáti György tulajdonos a frissen őrölt lisztet mutatja. Családja 8 éve vásárolta vissza az egykori örökséget, és kezdte meg a létesítmény több lépcsős, körültekintő felújítását a Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak segítségével. Egy életveszélyessé vált épületet mentettek meg a tulajdonosok. A malom évszázadokon keresztül szolgált, az ipari műemlék még a 17. században épült, és egészen 1949-ig működött. Egy működő három kőjáratos vízimalom, ami egy technikailag és egy kuriózum, ugyanis abban az időben, amikor a kőjáratos malmokat, a hengerszékes malmok váltották fel, azt megelőzően néhány évvel történt ennek a malomnak az utolsó felújítása 1837-ben, és akkor ez a kor legkorszerűbb technológiájának az alkalmazását jelentette. Az volt a szerencsénk, a családnak és a malomnak a szerencséje, hogy 1949-ben, abban az évben, amikor én születtem, a rokonaim a kulák veszélyre való tekintettel bezárták a malmot, akkor már csak bérlő volt, tehát már nem a család üzemeltette, bezárták a malmot, ilyen módon ez már nem minősült ipari objektumnak, és nem államosították. Ennek köszönhető, hogy a leállításkori gépi berendezések gyakorlatilag hiánytalanul megmaradtak. Nyilván az idő vasfoga azért ebben szerepet játszott, hogy éppen a megmentés határára került. A hosszú évek munkáját siker koronázta. A kárpáti malmot hivatalosan a kulturális örökség napjain avatták fel. Ekkor nyitotta meg először kapuit a nagy közönség előtt, akik az autentikusan restaurált berendezéseket is megismerhették. A szakemberek az eredeti eljárást alkalmazva lisztet is őröltek. Ők azt mondják, a Molnár megbecsült hivatás, hisz munkája nyomán kerül kenyér az asztalra, de nagy szakértelmet is igényel a tevékenység, hisz műszerek nélkül kézzel kell ellenőrizni, hogy megfelelő minőségű-e a liszt. Csengetünk, és akkor beindítjuk a gépeket, hát vigyázzunk, hogy senki ne közelítsen a forgó szíjakhoz, meg kerekekhez, és akkor
a gabona útját kísérjük, hogy mindenhova egyforma mennyiségű örlemény jusson. Gyerekkoromban ehhez hasonló malomban nőttem, följátszottam, úgyhogy hát jó volt, azért is vállaltam. Az ipari műemléket múzeumként, turisztikai látványosságként és a helyi kulturális élet egyik helyszíneként szeretné üzemeltetni a Kárpáti család. Sümeg őszi nagy rendezvénye ismét megmutatta a hagyományos szüreti hangulatot, mellé a balatoni kör által kínált gasztronómiai élvezeteket, valamint az elmaradhatatlan operett és néptáncos produkciókat. Ám mindehhez, mint ahogy Sümeggel kapcsolatban már megszokhatták, társult a múlt öröksége is. Köszírét étetik! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek drága minnyájatokat! A 2018. esztendő Szent Mihály hava 29. napján néhai kisfaludi tekintetes uram születésének 246. emléknapja. A város nagyszülötte, a költő Kisfaludi Sándor szellemisége folyamatosan jelen van Sümegen, így születkor is. Egyrészt születésnapja apropóján, másrészt azért is, mert szerette a jó bort, szerette a mulatozást. Második éve kötik össze az ősz nagy rendezvényét a költő nevével, aki a lírán túl a haza szeretetével és közéleti tevékenységével is példakép lehet. De nem csak példakép, hanem egy olyan erős alap is, amire mai Sümeg is építkezhet. Ez a fesztivál már ennek a része, ez a második hímfi szüret Sümegen, és reményeim szerint még nagyon-nagyon sok fogja követni, egyre nagyobb ismertséggel. S míg felcsendült Kisfaludi szüretelő éneke, mely az európai himnusz dallama, megérkezett a hintón a város két legendás alakja, Kisfaludi Sándor és felesége, Szegedi Róza. Minek utána itt szinte naponként látom a báromladékokat, amelyeket minden erre utazónak szemeit, figyelmét és képzelőerejét magokra vonják, és gondolatit s érzeményeit természet szerint a hajdani időbe merítik. Kisfaludi László is jelen volt a születi mulatságon, aki a család leszármazottja. Szívesen vállalta a rendezvény fővédnökségét. Megtiszteltetés mindenek előtt, mert tudom, hogy így a család hagyományait ápolják, őrzik, mert nem csak Sándor, hanem a többi családtag is biztos boldog lenne, és most már második éve vagyok ebben a nemes megtiszteltetésben, úgyhogy nagyon örülök, jó itt lenni, jó a elmúlt évben látott kedves ismerősökkel újra találkozni. A szüreti mulatság kiváló alkaloma testvértelepülési kapcsolatok ápolására is. Jelen voltak az erdélyi, lengyel és német testvérvárosok küldöttei is. A téren néptáncosok alapozták meg a hangulatot, majd felvonulás indult a Várcsárda kertjébe, az egykori Kisfaludi birtokra. Ez volt a szüretelő mulatság helyszíne régen és ma is. Útközben a termés felől érdeklődtünk. Az idei termés nagyon elhúzódóan tudtuk csak leszedni. Egy hónapon keresztül minden héten egy alkalommal szüreteltünk. A termés mennyiségben nem volt probléma, de minőségben gyengébb minőségű. A Várcsárda kertjében a színészekhez csatlakozva helyi amatőrök elevenítették fel a kor hangulatát. Lesz néked itthon kis hüveg pohárban. Az egész rendezvény szervezésére és lebonyolítására jellemző volt a helyi civilek aktív részvétele. Úgy érzem, hogy kötelesek vagyunk ennek a városnak segíteni ezt a kultúráját, ami tulajdonképpen mindenkinek valami gyönyörűséget jelenthetne, ha átérzi ezt, hogy Kisfaludi Sándor azért mit jelentett az ő korába, és vissza lehetne ezt a szép kultúrát ebbe a városba visszahozni, erősíteni, és nagyon szükség is lenne rá. A látogatók ízelítőt kaptak a hagyományos szőlőfeldolgozásból, és persze annak eredményéből a borból is kóstolhattak. Visszaemlékeztek a régi időkre. Már régen is volt az, hogy ilyen ünnepélyesek
esték voltak, napok voltak, úgyhogy én nagyon jól érzem magamat. A jó közösség formáló, nagyon jó a hangulat, nagyon jó az atmoszférája az egész városnak, és érződik ez az összetartozás, és én elhoztam a barátaim a Zalaegerszegről, hogy ők is érezzék ezt meg, és nagyon szívesen jövünk minden rendezvényre. A kisfaludi szüretet idén jól egészítette ki a Balatoni Kör által szervezett gasztropiknik. Itt a Balatonfelvidék ízeit mutatták meg, azt, hogy nem csak nyáron van kínálat a térségben. És miközben a vendégek csipegettek, kóstolgattak, vagy a szüretelést követték, a színpadon a mulatság zenés táncos része folyt. Az őszi nagy rendezvény ismét bizonyította, hogy létezik a városban az összefogás, létezik a jó ügyekért való közös tenni akarás, mai korhoz igazodva, de minden a nagy elődök példájára alapozva. És milyen jó, hogy Sümeg egy ilyen város. Május közepén elefántok érkeztek Szegedre, azóta ők a Vadaspark sztárjai. A Szeged Televízió az első pillanatoktól kezdve ott volt az óriás állatok közelében, kíváncsian figyeltük Németországból megérkezve, hogy szokják meg új lakóhelyüket. Ősszel azt is megnéztük, hogyan és miért tréningeznek az ormányosokkal. Saruk és két társa május közepe óta élvezik a Szegedi Vadaspark vendégszeretetét. A két 10 éves serdülőbika Osnabrückből érkezett, az 5 éves kis elefánt Hannoverből jött. Az első ijedelmek után szabadon és otthonosan mozognak új helyükön. Lakóhelyüket az 1400 négyzetméteres elefántházat gyereknapkor adták át, mely a kambodzsai Angkort, Dél-Kelet-Ázsia legismertebb templomvárosát idézi. A kis csapat néhány nap után láthatóan nagyon jól érzi magát a tágas kifutóban. A látogatók legnagyobb örömére egy félórás fürdőzést is bemutattak, ahol egymást mosták az ormányukkal, időnként pedig teljesen lemerültek a víz alá. A szegediek már nagyon várták az elefántukat. Mi már régebb óta is szerettem volna, és nagyon örülök most neki, hogy itt lett egy külön egy elefántész is. Mi az, ami a legérdekesebb ezekben az elefántokban szerinted? Nem tudom, de szerintem nagyon cukik. Az elefántok csapatokban élnek, ezért a közösség nagyon fontos nekik. Külön elefántgondozót is kellett alkalmazni melléjük. Szerencsére mindannyian családban születtek, és családban is nőttek fel, ami az elefántoknál is nagyon fontos, de náluk ez nagyon kijön, hogyha véletlenül kiszakítják a családból, és egy kicsit ez a 5 évesnél érezhető volt, de ilyen korban már normális esetben is azért sokszor leválasztja a vezértehén a csapattól, mert ilyen korban kezdenek randalírozni a borjak. Úgyhogy egy-két napig hívta az anyját a csapatot, de aztán pillanatok alatt itt barátot talált, úgyhogy ma már hozzá csatlakozott Sántihoz a kisebbik bikához, és nagyon jó el van. Rengeteget esznek, gyümölcsöt, zöldséget, szénát, falombot. A kisebbik elefánt 50 kiló, a két nagyobb 80-100 kiló takarmányt kap egy nap. Ezek az állatok tehát a legköltségesebbek a Szegedi Vadasparkban, de a legtöbb gondot is rájuk kell fordítani, hiszen nem egyszerű a tartásuk. Ápolásukhoz, vizsgálatukhoz jól jön, ha a gondozók meg tudják értetni magukat velük. Mi is egyre többet próbálunk velük kommunikálni, csak ennek most még megvan a határa. Meg kell szokják a mi hangunkat, szagunkat, a napi rendet, hogy itt mi hogyan történik. És később aztán tényleg abszolút kommunikatívak, abszolút kooperatívak, együtt tudnak működni velünk nagyon jól. És ennek eredményeképpen tudjuk a napi munkát, ami közvetlenül velük van, bőrápolás, lábápolás, mosatás, stb. Mindent megcsinálni, mert együtt dolgoznak. Már a kezdetek óta foglalkoznak az elefántokkal, de őszre sokat fejlődtek, okosodtak. Például parancsszóra fel tudják emelni a lábukat. 6 gondozó foglalkozik velük, akik a biztonság érdekében kívülről irányítják az elefántokat. A vastag bőrűek parancsszóra adják ki a lábukat és az ormányukat.
Ezek az állatok mind tréningezettek, tehát egy állatkertekben most már szokás az, hogy a kis elefántok megszületésétől kezdve jóformán tréningezik. Ez azért fontos, hogy ezek, amikor megnőnek, akkor már kezelhetetlenek lennek az ember számára, ha nem azt csinálják, amit mi szeretnénk. Ezért van egy ilyen nagyon szigorú pedagógiai anyag, tulajdonképpen, amit csinálni kell az elefánt tréningeken. Ez egy ilyen német-angol nyelvű alapvetően a velük való kommunikáció, azért mindenki tudja használni Európában őket, utána tudja ezeket a szavakat alkalmazni náluk. Alapvetően ilyen target botokkal dolgoznak a kollégák. Naponta kétszer edzenek a Vadaspark legújabb kedvenceivel, délelőtt és délutánonként, utóbbit a nagy közönség is láthatja. A tréningekre azért van szükség, mert az elefántok szállítása, mozgatása nehezen menne az együttműködésük nélkül, emellett folyamatosan ellenőrizni kell a lábuk és más testrészeik állapotát, de ezzel a módszerrel akár még vért is tudnának venni tőlük. Mivel társas lények, igénylik is a velük való foglalkozást, amiért természetesen a jól megérdemelt jutalom falatok sem maradhatnak el. Ezúttal két kedvencüket, kekszet és almát kaptak. Az írott kő a Hétforrás, vagy éppen a Jurisics vár. Ezekről az Alpok alján található látnivalókról valószínűleg mindenki hallott már. Köszeg a történelemidéző, hagyományőrző és kulturális programok, valamint az épített és természeti örökség látnivalói mellett újabb attrakciókkal csábítja a családokat. Pablo, Molly és Rodrigo, a három kiskecske egyáltalán nem mese a kőszegi főtéren, ezentúl rendszeres résztvevői lesznek az állatok a rendezvényeknek. Feltűnésük hamar villámcsődületet eredményezett, kicsik, nagyobbak és idősebbek gyűltek azonnal köréjük, hogy megsimogassák a barátságos kecskéket, a nem mindennapi eseményről persze fényképek is készültek. Most te jössz? A gyerekek egymást váltva ismerkedtek az állatokkal, de a felnőttek is szívesen simogatták a kecskéket. Ez nagyon jó, én még ilyet még soha nem is láttam, de nagyon szépek, tiszták és nagyon szépek, helyesek. És látom a kislányt is nagyon érdeklik. Igen, ő mi soha nem látott ilyeneket, csak kutyát és macskát. Nagy meglepetés, de főleg a kecskéket nem nagyon vártuk, hogy itt meglássuk őket. Az állat többi állattalabban galambokat kergeti. Látott már vajon kecskét a kislány ezen kívül? Szerintem még nem. Bár lehet, nem tudom, vagy nem szüleivel volt ő helyen, ezt nem tudom. Mit szól ehhez a kezdeményezéshez, hogy most itt többször fognak sétálni ilyen állatok? Ez jónak tartom. A főtér új látogatóira még a kutyák is rácsodálkoztak, de persze nem a négylábúaknak szól az új attrakció. Meleg van, de ez nem déli báb. Tulajdonképpen örömmel fogadtuk a vállalkozó jelentkezését, hogy a kőszeg határán lévő állatsimogatót egyszer már az ostromnapokra és a kőszegi nagy ünnepekre behozta a várárokba, és bízunk benne, hogy kőszeg ismertsége az erdőről, hegyről kiegészül az állatairól is, úgy a Csernelkádi madárkerttel, mint a kőszegi állatsimogatóval. A városba vezető út melletti állatsimogatóban vietnámi csüngőhasú disznók és kismalacok, pónilovak, szamár, sőt láma is szórakoztatja a családokat. Láthatóan nagyon barátságosan fogadják a círógatást, no és persze a finom falatokat is. Nagyon sokféle állatunk van, leginkább póniaink, tehát van három pónink, egy itt mögöttem is, például, ő mondjuk a legokosabbik közülük. Van még szamarunk, lámánk, kecskéink, birkák, maracok, akik majd valahol futkoznak itt a környéken, mert szabadon vannak ők a területen, ahogy a kis kecskéink is. Van még egy libánk, és hát végül sokféle állatot úgy bezsúfoltunk az emberek kedvéért. Nagyon barátságosak, azért vannak szabad területen,
nem meg lehet őket simogatni, az állatokat nagyon kedvelik a vendégeink. Főleg a kis kecskéket, meg a kis szerte futkozó malackáinkat. A pónikra persze fel is ülhetnek a gyerekek. Izabella és családja Szabolcsból érkezett, hogy megismerkedjenek az állatokkal. Itt vagyunk most 2 hétig. Hát végig Bükkfürdőn nyaralunk, ezt a helyet úgy néztük, mert a fiam nagyon szeret kokátozni, és közben hál' Istennek lehetett alkalom arra, hogy a kislányom is lovagoljon. De nem csak a 4 lábúakat lehet megsimogatni Kőszegen, a Csernel kertben a növény különlegességeken kívül 160 madarat figyelhetnek meg egészen közelről az érdeklődők. Szárnya sérült neki, úgyhogy ő minden nap megkapja az élelmet, és az neki teljesen elég ahhoz, hogy itt jól érezze nálunk magát. Úgyhogy napközben a bemutató részen van, és utána pedig már itt van az állandó helyén. Füli, az erdei fülesbagoly állandó lakója a madármentő központnak, ahogy Csaki, a macskabagoly is. Sérülten került hozzánk, fiókaként, tehát akkor még nem tudtuk, hogy sérülése van. Próbáltuk elengedni egy több méteres hosszúságú padláson, és sajnos akkor láttuk, hogy nem tud 100%-osan repülni, azért, mert az egyik szemére nem lát teljesen. Megvizsgálta állatorvos, és megállapította, hogy a bal szemére nem lát 100%-osan. Lindát, a vándorsólymot és például az Uhut vagy latin nevén Bubó Bubót is megismerhetjük. Az ide került madarak nagy része állandó lakója a kertnek, de vannak olyanok is, amelyeket szabadon engednek. A madármentés itt már 94 óta, tehát több mint 20 éve működik ez a madármentő központ, és hát hazánkban honos sérült és elárvult madarakat fogadunk ide be, akiket jó szándékú állampolgárok és természetvédelmi szakemberek hoznak be hozzánk, és ugye attól függően, hogy milyen a sérülésük, állandó elhelyezést biztosítunk, akiknek maradandó a sérülésük, akiknek pedig gyógyítható, azoknak ideiglenes elhelyezést biztosít a mentő központunk. Hőrös vércse, egerész és darázs, őv és más madarak mellett gólyák is élnek a Csernel kertben. Előfordul, hogy fiókák is születnek itt. Az egészséges egyedek persze kirepülhetnek a fészekből, mert szabadon engedik ezeket, ahogy a gyógyult példányokat is. Ha valaki a Dél-Alföldön természetes vizeken szeretne pecázni egy jót, akkor az első útja vagy a Tiszára, vagy az Atkai Holtágra vezet. Hazánk második legnagyobb folyója a Maros torkolatával együtt csodaszép tájat kínál. A Szegedtől nem messze található Atkai Holtágra pedig a meghitt nyugalom és a bőséges fogás ígérete mellett a gyönyörű természeti környezet is vonza a horgászokat. A Horgász Egyesületek Csongrád megyei szövetsége több mint 3000 hektár vízterületért, köztük olyan gyöngyszemért felel, mint a Tisza-Szegedi szakasza, vagy az Atkai Holtág. A gyönyörű vadregényes tájon végighajózva az érintetlen természetet csodálhatjuk. A végtelen nyugalmat csak a sirályok kavalkádja vagy a vadkacsák fürdőzése zavarja meg egy-egy pillanatra. A folyó mindemellett közkedvelt horgászállomás is. A viszonylag lassú folyású alvízi szakaszon a törökbecsei duzzasztó még érezteti hatását, így a Pontynak valóságos paradicsoma Tisza ezen szakasza, illetőleg a halőrök is nagy hangsúlyt fektetnek az állatok kihelyezésére. Teljesen átalakult ennek a vízterületnek a
halasítása, a hal kihelyezése, olyan halfajok is telepítésre kerülnek, amelyekre korábban kevés figyelem esett, mint például a Tisza ékszerének nevezett kecsege. A Hasó-tiszai vízterület, ez kifejezetten kedvez a harcsáknak, a harcsák jó élőhelye. És azóta, mióta a halászat megszűnt, a horgászsákmányban is egyre nagyobb számban jelennek meg azok a harcsák, amelyek nagyon komoly turisztikai vonzerőt jelentenek ennek a vízterületnek. A vízen és a parton is láthatunk horgászokat, ahogy türelmesen várnak a kapásra. És a türelem ez esetben nem rózsát, hanem halat terem. Elégedettek a horgászok, mindig van fogásuk, tehát úgy mondom, hogy kimegy 10-szer abból, 4 alkalommal biztos halla megy haza 5. Tehát ilyen fél arányban. Ha Algyő irányába indulunk, útba esik egy másik ékszeres doboz, az atkai holtág, vagy másik nevén a szúnyogos. Ez a vízfelület a Tisza szabályozásával a 19. században átmetszéssel alakult ki. A mintegy 8 km hosszú egykori folyószakasz közkedvelt helyszín a pecások körében. Vannak megrögzött atkai horgászok, és természetesen olyan tiszaiak, akik soha nem jönnének álló vízre, mert azt pocsolyának tartják. Én úgy gondolom, hogy a kettő között van az igazság, mind a két víztípus megadja a horgásznak azt az örömet, amit vár, és ezek a vízterületek úgy gondolom, hogy maximálisan kiszolgálják a horgász igényeit. Itt a messziről jött vendégeket horgásztanyák is várják, ha több napra terveznek. Ezek az alpesi stílusú ház, az egy 5 személyes plusz 2 pótrágyas vendégház, amihez hozzátartozik egy móló és egy csónak használat. A másik kis épület, az 2 személy plusz 1 személyre. Ugyanúgy jár hozzá egy móló, meg egy csónak használat. A vendégfogadás az április 1-től szeptember 31-ig van. Szinte már az idei év novemberétől már foglalások vannak egy fél évre már előre. Egy holtág minden szépsége megtalálható itt, a vízitökök alatt pedig a gazdag zsákmány ígérete várja a horgászokat. A mentett oldali holtágok közül az első helyen természetesen az atkai holtág áll, 107 hektár ez a csodálatos víz, és miután mentett oldali, itt az árhullám nem befolyásolja az egész éves horgászatot, itt a halgazdálkodás is teljesen más alapokon nyugszik, így folyamatos halkihelyezés van, tehát havi rendszerességgel telepítünk 3 nyaras pontyokat, és hát itt elsősorban, ahogy említem, a ponthorgászat az, ami kiemelt szerepet kap, és azok közül is elsősorban a nagyhalas horgászat. A süllő és a régebbi telepítésekből származó amúr az, ami különösen szép horgász élményeket ad. Az amúrból 20 kiló fölötti példányok nem ritkán akadnak orobra. 2019-től a Magyar Országos Horgászszövetség átáll az elektronikus nyilvántartásra. Amennyiben a horgászok ez év végéig elvégzik a kötelező regisztrációt és megigénylik a magyar horgászkártyájukat, akkor kényelmesen otthonról is be lehet szerezni a területi jegyet akár a Tisza, akár az atkai holták csodaszép vizeire. Önök a Szomszédvár 3. évfolyamának 10. adását látták. Ha valamiről lemaradtak volna, vagy nem látták eddigi műsorainkat, keressenek bennünket a Facebookon, ott is jelen vagyunk. A Szeged TV YouTube csatornáján visszanézhetik eddigi adásainkat. Egy hónap múlva ismét jelentkezünk a helyi televíziók műsorkínálatában. Tartsanak akkor is velünk. Fedezzük fel együtt Magyarországot. Viszontlátásra! A Szomszédvár műsorát a helyi televízió közreműködésével a Szeged Televízió készítette. A műsor elkészítését támogatta a Fürdők Fürdője, a Makói Hagymatikum.